Szél Károlyt választott a Visegrád önkormányzatának képviselőtestülete a Visegrádi Hírek felelős szerkesztőjének. Az újság hasábjain köszöni meg a felelős szerkesztő a bizalmat és vázolja fel szerkesztési koncepcióját. 22 rovatban gyűjtik össze az információkat, amelyek így csoportosítva jelennek meg a lapban. December 12-én alakult meg az új szerkesztőség, amelynek tagjai Bártfai Ildikó, Grósz Gábor, Kangas Kinga és Selléné Kékesi Herendi Mária Ida külön-külön is bemutatkoznak a januári lapszámban. Új 8 tantermes iskola épülhet Tahitótfaluban. Tavaly évvégén döntött a kormány arról, hogy mintegy 60 milliárd forintot fordít 16 Pest megyei köznevelési intézmény fejlesztésére, köztük a Tahitótfalui új iskolaszárny megépítésére, amelyben 8 alsó tagozatos osztálynak lesz majd helye. Az új épületszárny az ebédlő és a népház szomszédságában épül meg. A felszabaduló tantermek a zeneiskola egyre bővülő helyigényét enyhítik majd. Verebélyi Ákos tankerületigazgató tájékoztatása szerint a kivitelezés 2021-22-ben várható. A beruházáshoz Tahitótfalu önkormányzata biztosítja a területet, a kivitelezés lebonyolításáért a támogató hatóság felel majd. Őri Dénes polgármester kezdeményezésére kérdőíveket küldött ki Visegrád önkormányzata a lakosokhoz, hogy feltérképezze, milyen feladatok megoldását várják a város polgárai az új önkormányzattól. A beérkezett válaszokról készült statisztika a Visegrádi Hírek januári számában jelent meg. Az első helyre az iskola új szárnya megépítésének befejezése került. A válaszadóknak több mint a fele, összesen 64%-a jelölte meg ezt válaszában. Második legfontosabb megoldandó feladatnak az élelmiszeráruház felújítását tartja a lakosság. A válaszadók 40%-a szeretné a településközpont átgondolását, rendbetételét és a homlokzatok felújítását, 36%-a Dunai strand létesítését, 24% az egészségház újjáépítését, 20% az óvoda felújítását és szintén 20% a Lepence strandfürdő újranyitását. A hideg idő ellenére sokan látogattak el a 10. jubileumi visegrádi évbúcsúztató disznótorra. A rendezvényt az önkormányzat, a Mátyás Király Művelődési Ház, a TDM Iroda, a Városgazdálkodási Csoport, a Kulturális Bizottság és több civil szervezet támogatja évről évre. A vendégeket 8 órától reggelivel várták a csapatok a rendezvénytérre, ahol disznósajtot, kocsonyát, kenőmájast és abálcalonnát kóstolhattak az érdeklődők. Ebédre a lovagrend tagjai töltött káposztát és orjalevest főztek, míg a Sziget Egyesület és az Óráslányok sült hurkával, kolbásszal és pecsenyével kínálták a megjelenteket, melyeket a sváb hagyományoknak megfelelően készítettek el. Dr. Szabó Ferenc az új edző Visegrádon. A Szentendrén élő 46 éves miskolci származású jogász első diplomáját a Kossuth Lajos Tudományegyetemen szerezte középiskolai történelemtanár és szociológus szakon, majd tanárként dolgozott Debrecenben. Közben elvégezte a Miskolci Egyetem állam- és jogtudományi karát. 2003-ban kezdett el dolgozni a közigazgatásban Kisoroszliban, ahol 5 évig tevékenykedett a település jegyzőjeként. Közben letette a közigazgatási és anyakönyvvezetői szakvizsgákat, majd Diósdon lett aljegyző, később pedig a város jegyzője. Ezt követően Biatorbágy aljegyzőjeként dolgozott 2019. december 15-éig, amikor Visegrádon került alkalmazásba. A fogoly kiváltó dal közös eléneklésével kezdődött a Málenki robotra elhurcoltakról való megemlékezés Zebegényben. 75 éve abból a házból vittek el 111 lakost, ahol néhány éve a megemlékezést tartják. Huter János polgármester beszédében kiemelte, a kis falu Zebegény egy emberként imádkozva várta haza az elhurcoltakat, akik megmutatták, mi a barátság, a szeretet, a hit, az együttérzés, az önfeláldozás, segítőkészség, az otthon és a falu szeretete.
A polgármester beszélt a 130 kilométeres Málenki robot emléktúráról is, amely néhány évvel ezelőtt két nagymarosi fiatal kezdeményezésére született meg. A résztvevők ugyanazt az utat járják végig gyalog, mint amelyet az elhurcoltak. Tavaly 15-en tették meg a túrát, idén pedig már közel 30-an, köztük két zebegényi. Huter János nép polgármester beszédét követően a Magyar Hősök dalát énekelték el a megemlékezők, majd a település plébánosa Gáspár István egy bencés szerzetesről beszélt a jelenlévőknek. A beszédeket követően Vitéz Csóka László trombita szólót játszott. Közben elhelyezték koszorúikat az emlékezők, majd a himnusz eléneklése után átsétáltak a Havasboldogasszony templomhoz, ahol mécseseket gyújtottak az elhurcoltak emlékére állított kopjafánál. A vulkáni utóműködés során keletkező gázkiömlés, azaz a mofetta összetevői a bőrön át a véráramba jutva gyógyító hatást fejtenek ki. Ennek a módszernek a gyógyászati alkalmazását szeretné minél szélesebb körben elérhetővé tenni, a mofettával, széndioxid terápiával az Egészségért Nemzetközi Egyesület, amely a visegrádi Szent Kozma és Damián Rehabilitációs Szakkórházban tartotta szakmai fórumát. Az egyesület azért választotta helyszínéül a kórházat, mert az intézményben már régóta eredményesen alkalmazzák a szénsavas fürdőt a mozgásszervi terápiában. A szakmai fórum és közgyűlésen elhangzottak szakmai előadások, születtek a témakörben javaslatok, három főorvos tiszteletbeli tagsági díszoklevelet kapott, illetve sor került egy könyvbemutatóra is. Kisgyörgy Zoltán geológus, Orbán Balázs életműdíjas szakíró, az a mofetták borvizes fürdők Székelyföldön az orvosi gyakorlatban és a népi gyógyászatban című könyvtárszerzője beszélt a kötetről, valamint megosztott érdekes történeteket a hallgatósággal. Árvavölgyi Béla református lelkész beszédével kezdődött a donkanyari tragédiában elhunyt magyar katonák és hősök tiszteletére tartott emléktűzgyújtást a Hitót faluban. A lelkész elmondta, hogy 1943. januárja tragédia volt sok ezer magyar család és az egész nemzet számára. Bár a háborúba a politika sodorta bele az országot, mégis az állampolgároknak kellett helytállniuk a csatatéren. A megemlékezésen Gészalai István helytörténész is beszédet mondott. Kiemelte többek között azt, hogy Tahitót faluban immár 24. alkalommal hajtanak fejet Magyarország harmadik legnagyobb tragédiájának áldozatai előtt. A megemlékezés végén a résztvevők közösen énekelték el a szózatot, majd elhelyezték mécseseiket a Szentendrei szigeten elesett katonák sírjánál. Gyere hokizni! Ezzel a címmel szervezett roadshow-t a Magyar Jégkorong Szövetség. A turné egyik állomása a visegrádi Magyar László tornacsarnok volt, ahol a helyi és a dunabogdányi iskolások találkozhattak Szilágyi Tifani és Svasznek Bence egykori válogatott jégkorongosokkal, akik most edzőként képviselik a sportágat. Visegrádon 2018. novemberében jégpálya nyílt a Lepencebölgyben, ahová 11 környékbeli település általános iskoláiból érkeztek gyerekek, hogy megtanuljanak korcsolyázni, mondta el Visnyovszki András, a pálya működtetője, az esemény házigazdája. A roadshow célja a sportág népszerűsítése és megismertetése a gyerekekkel, így a két sportoló beszélt a jéghokizással járó előnyökről. Elmondták, a sok mozgás leköti még a hiperaktív gyerekek energiáját is, így elfáradnak estére, jobban alszanak, másnap pedig kipihentebben ébrednek, és jobban tudnak koncentrálni az iskolai feladatokra is. Nem mellékes az sem, hogy az edzések során sokat javul a sportolók erőnléte. Emellett egy összetartó közösségbe kerülnek a jégkorongozni tanulók. Barátokat szereznek, megtanulnak együttműködni a csapat többi tagjával, akikkel sokat utazhatnak, és ha elég ügyesek, akár még a világot is bejárhatják. A visegrádi 15x30 méteres nyitott pályán a legkisebbek, az U8-asok gyakorolhatnak. A 8 évesnél idősebb korosztályok számára Sződ-Ligeten, Táton és Budakalászon tartanak edzéseket. A profiknak pedig több budapesti egyesület is kínál jégkorongozási lehetőséget, mondta el Szilágyi Tifani. A
Dunabogdányi és Tahitótfalui Általános Iskola közösen szervezte meg idén a pályaorientációs napot. A 7.-8. osztályos diákok Dunabogdányi mesterekhez látogathattak el, hogy a műhelyekben ismerkedjenek meg a szakmákkal. Délután a Tahitótfalui Népházban térségi pályaválasztási fórumra került sor a helyi, valamint Dunabogdányi és Szigetmonostori iskolák 8. osztályos diákjai és szüleik részére.